Nagy Konyiban búcsút intettek az óvodás éveknek az iskola érett gyerekek. Az önfelett mosolyok mellé könnyek is társultak a megható ünnepség alkalmával, ahol búcsúztak társaiktól, a játékokkal teli udvartól és a pedagógusoktól, akik az évek alatt a mindennapjaik részévé váltak. A Nagy Konyi óvodában idén 10 gyerektől válunk meg, vagy mondunk nekünk búcsút. Őket búcsúztatjuk el. Rossz kifejezés, mert itt maradnak a faluban, zöme 6 gyerek a Konyi iskolába folytatja a tanulmányait, és ebből adódóan sokat fogunk velük találkozni. A terv és cél az, hogy visszajárjunk, összejárjunk, én kísérem őket a suliba majd, ők pedig jönnek ide-vissza még kicsit óvodáskodni. Mivel a búcsúzás az fájdalmas nekik is, nekünk is, őszintén mondom, ez a hét arról szólt, hogy hallgattuk a dalokat, gyakoroltuk a műsort, aztán hol én bőgtem, hol ők, mert egy kicsit a mi gyerekeink is, és az óvoda életében a ballagó, a búcsúzó ünnep az az egyik legjobban várt ünnep. A gyerekek érzik, hogy ez most csak róluk szól, igyekszünk mindent úgy kialakítani a dekorációban is, meg a heti programban is, hogy érezzék, hogy ez az ő ünnepük. Meg a szülőknek is fontos, mert most szembesülnek avval, főleg az elmúlt évek után, hogy a gyerekük voltak éppen mennyire önálló, mennyire úgymond felnőtt, és mennyire érik már a leválás a szülőktől is. Eddig csak kisobodást kísértek, mostantól pedig nagy felnőtt önálló iskolás szülei lesznek. Ezt meg kell erősítenünk az óvodai ballagó ünnepekkel is. A nagy csoportos időszak az átmenetet jelenti már az óvisok számára, amikor is a mindennapjaikban egyre inkább megjelennek a feladatok, amik már összpontosítást kívánnak meg tőlük. Az óvonénik tudatosan készítik őket az iskolára. Én vagyok az egyik óvónénia, társam meg a másik, és mindketten tanítók is vagyunk, tehát pontosan tudjuk, hogy mire kell őket úgymond generálni. És ezt sokszor hallják a szánkból, hogy tudjuk, hogy mi lesz a dolgotok elsős korotokban. Úgyhogy a Nagykónyi óvodából elmenő nagyok nagyon tudatosan fel vannak készítve az iskolai, nem is azt mondom, hogy szabályokra, hanem az iskolai életmódra. Tehát itt a kezdeményezések mellett mennek azok a klasszikus foglalkozási formák. Tudják, hogy 10 óra után, ha az Andi néni, Anikó néni leül az asztalhoz, akkor bizony jönni kell. Ilyen szempontból azt mondom, hogy mi ezt komolyan vesszük, mert az óvoda iskola átmenet nekem egyrészt szívemcsicske terület, másrészt meg az elmúlt években erre sajnos nem sok hangsúlyt fektettek a szakmában, abból adódóan, hogy nem volt rá kapacitás. A Nagykonyi óvoda udvara ünnepi díszbe öltözött a ballagás idejére. Ez most egy nagyon klasszikus ballagó műsor két okból. Az egyik az, hogy szerettük volna tényleg így két év után tényleg nagyon komolyan venni. A másik az, hogy a kolléganőmtől több óvodás ballag az ő csoportjából, és most ezt a projektet neki adtam ki. Őt kértem meg arra, hogy ezt vezényelje le. Ezért egy ilyen nagyon klasszikus, pünkösdölős műsorral kezdünk, aztán jönnek a szokásos versek. Egyéni sajátosság, hogy mi úgy búcsúzunk a gyerekektől, hogy mindenkiről írok egy személyre szóló búcsúzó verset, és mindenkinek elmondom, vele szembe állva, akkor kapják meg tőlünk az ajándékot. Ez szokott lenni a legnehezebb része számomra is, meg a többiek számára is. Ez a Konyi óvodának a sajátos ünneplése. Itt hál' Isten nyáron jönnek a gyerekek óvodába, azok is, akik iskolát kezdenek, hogy most még ez nem tudatos. A nagyok tudják, hogy ők már a nagyok, a picik betartják a hierarchiát, nagyon-nagyon tisztelettudóan félrevonulnak, ha a nagyok mondjuk valamit játszani akarnak, és itt nagyon sok a szomszéd és rokoni viszony, tehát nem válnak el egymástól igazából. Mondom, ha a gyerek a Konyi iskolába folytatja, nem mennek messze. Kata izgatottan várja már az iskolát, az óvodából nagyon jó emlékeket visz magával. Az óvodába azért szeretek lenni, mert vannak sok barátaim, meg sok játékok vannak. A nagycsoportosok megható kis verssel búcsúztak az óvis éveiket végig kísérő óvonéniktől, Dadus néniktől, melyben felidézték, mi mindent tanultak ez idő alatt. A leendők is elsősöket ajándékkal engedték útjukra óvonéniaik Nagykonyiban.